És most menjünk Franciaországba, hogy találkozzunk a Párizsi Békefórum jelenlegi elnökével és a Kereskedelmi Világszervezet volt főigazgatójával, Pascal Lamy úrral. Lamy úr, nagyon köszönöm, hogy itt van velünk. Nagyon szívesen. Eléggé egyértelmű, hogy Donald Trump az eredménytől függetlenül győztes. 4 év után elmondhatja, hogy a protekcionista víziója a kereskedelemről és a gazdaságról végül győzedelmeskedett? A trumpizmus itt marad? Nos, azt hiszem, bármilyen véleményünk is van erről a férfiról, és lehet is véleményünk, nyilvánvaló, hogy az USA közvéleményének nagy része támogatja őt. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a kereskedelem politikájának az eredménye. Csökkenteni akarta az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát, de növelte az USA kereskedelmi hiányát. Tehát ez az egész politika, egy narratíva, nem pedig valódi közgazdaságtan, véleményem szerint sajnos. Ugyanakkor ezekben az években jelentős elmozdulásokat tapasztaltunk, köztük Kína térnyerését az Egyesült Államok fő geopolitikai és technológiai riválisaként, valamint a jövedelmi egyenlőtlenség további mélyülését belföldön és külföldön, amely még mélyebb lett a COVID-válság miatt. Mennyire reális tehát elvárni a következő elnöktől, hogy a kereskedelem multilateralizmusának helyreállítására összpontosítson? Ezt az úgynevezett vásárolj amerikai terméket vajon támogatni fogják? Az Egyesült Államok szerint Kína fenyegetést jelent, Kína szerint az Egyesült Államok jelent veszélyt. Ennek geopolitikai és kereskedelmi következményei lesznek. De ez nem egy a priori protekcionista álláspontból fakad. Úgy gondolom, hogy ha Biden lenne az USA elnöke, akkor Biden is azt hinné, hogy Kína veszélyt jelent az Egyesült Államok számára, de Kínát másképp kezelné. Nem a karok hátracsavarásával, inkább tárgyalás útján. Vajon ezek az Egyesült Államok beli fejlemények arra késztetik Európát, hogy globálisan egységesebb szereplő legyen? Másrészt ez az egység veszélybe kerülhet mindazon belső megosztottság miatt, amelyet már az Atlanti-óceán túloldalán látunk? Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és Kína rivalizálása inkább igazi geopolitikai játék lesz az elkövetkező 20 évben. Az EU-nak egységesnek kell lennie annak érdekében, hogy csökkentse sebezhetőségét Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Nincs más mód ennek a sebezhetőségnek a csökkentésére, mint a nagyobb európai egység. Mindannyian tudjuk, hogy ez nehéz. Mindannyian tudjuk, hogy ez összetett. Bizonyos értelemben azonban az Egyesült Államok, Oroszország, Törökország, Kína jelöli ki nekünk az utat. Ha mind az érdekeinket, mind az értékeinket meg akarjuk védeni a nemzetközi szintéren, tovább kell integrálódnunk. És azt gondolom, hogy ez egy szükségszerűség, amely apránként jelenik meg, ha még eddig nem történt meg. Azt hiszem, amit mond, az már egy másik világ, amelyre a választások után ébredünk. Mr. Lamy, nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk a Euronews-on. Nagyon szívesen.